Az alapítvány elnöke elmondta, volt olyan év, amikor tömegesen hagytak sorsára kisnyuszikat az ünnepek után az utcán, amiket aztán ők befogtak. Sok kis állat már egy-két hét után otthon elhalálozik a nem megfelelő gondozás miatt. Erre vannak statisztikai adatok, hogy ilyenkor húsvétkor Magyarországon több ezer kisnyuszi hal meg, pontosan azért, mert túl korán leválasztják a szülőktől őket, aztán elviszik haza a gyerekek, ők fogdossák, amit a nyuszi nem nagyon szeret és nem nagyon tűri. A nyuszi, a kisnyúl és a felnőtt nyúl is rendkívül érzékeny állat. Tehát, hogyha az ember nem megfelelően gondoskodik róla, akkor nagyon hamar meg tud halni. Az állatokat a problémás tartás miatt is eldobják. 10-12 évig él, azt az állatot addig kellene tartani, a nyulakat oltásra kell vinni, állatorvoshoz kell vinni, speciális almot, pelletet, speciális táplálékot kell nekik venni. Tehát egy nyúltenyésztő is meg tudja azt mondani, hogy mennyire nem egyszerű a nyuszikat tartani, különösen, hogyha ez egy olyan családba kerül, akiknek fogalmuk sincs a nyuszi igényeiről, mert a nyuszi nem egy kutya vagy egy cica, hogy megveszem neki a bolti eledelt, megsimogatom, és akkor így nagyjából el van, ők sokkal érzékenyebbek ennél. Fiát Szilvia azt javasolja, inkább találjunk más elfoglaltságot, ajándékot a gyerekeknek. Minden szülőt arra biztatunk, hogy semmiképpen ne vásároljanak se nyuszikat, se barikat, se bárányokat, se semmiféle kis állatot húsvétkor, hanem ünnepeljék közösen a gyerekekkel együtt ezt az ünnepet, használják ki az értelmes időtöltésre, vásároljanak a gyerekeknek mindenféle plüss állatot, plüss nyuszit, csokoládénnyuszit, és most olvastam, hogy Szekszárdon nagyon sok érdekes program várja a gyerekeket. Láttam, hogy a művelődési házban is vannak programok, a gyűszűbirtokon is vannak programok. Az állatvédők bíznak abban, hogy évről évre több lesz a felelős szülő, aki úgy dönt, nem visz haza nyulat húsvétkor.